Isten tiszteletünket megkezdjük és énekelni fogjuk a 632-es számot. Mennyi jó atyánk, hála te szívvel állottunk meg szent színed előtt, mint gyermekeid, megköszönjük te néked szeretetedet, gondviselő kegyelmedet, jóságodat, indította szíveinket, eljöhettünk ide az e szent házadban. Megkérünk szépen, szent lelked által jelenjél meg te is közöttünk, és fogadjál el bennünket, mint gyermekeidet, áldjál meg minnyájunkat, így, ahogy megállottunk szent színed előtt. Áld meg gyülekezetünknek minden egyes tagját, kedves vendégeinket, különösképpen imádkozunk a te szolgádén, akin keresztül tolmácsolni akarsz számunkra, hagyjad, hogy mindannyian megértsük az üzenetet, de imádkozunk azokért, akik szeretnének itt lenni, nem tudnak, mert beteg ágyakon feküsznek. Küldj áldás számukra is, és hallgass meg az ő könyörgő imádságokat is, a miénkkel legyek szemben. Köszönjük szépen, hogy meghallgattál, mennyi atyánk. A Jézus nevében kértük. Amen. Néhány közösségünket érintő dologról szeretnék említést tenni. A következő héten egy ünnepélyes istentiszteletben lesz részünk, ünnepélyes szombatban lesz részünk, a Szilágy megyéből jönnek el az ifjak ide a mi gyülekezetünkben. Még nem tudjuk pontosan, hogy hányan, de több helyiségből, zenekar és énekarral együtt, a lelkészük is, lelkészeikkel együtt. Biztos vagyok abban, hogy egy áldásos szombatban lesz részünk a jövő szombaton. Imádkozunk érettük, és imádkozunk azokért is, akik szívükön viselik a vendégszeretet fontos elvét.
Két hét múlva, ahogy azt már meg lett említve a múltkorában, elkezdődik az evangelizációs sorozatunk. Minden péntek este és szombat és vasárnap este, péntek este, ahogy megszoktuk, 6 órai istentisztelettel, és szombaton és vasárnap pedig 5 órai kezdettel istentiszteletünk lesz. Dark Becsel testvérünk sorozatát fogjuk levetítni magyar nyelven. Tehát az két hét múlva fog kezdődni, szombat délután kezdődik. Még kaphatók az idők jelei különleges folyóirat, tehát ennek a folyóiratnak rendkívüli száma, magyar nyelven, 5 lei az ára, Nagy József testvérünknél megvásárolható, ugyanakkor nála lehet még előfizetni az Apostolok története című könyvre. Az előttünk álló héten Gócsik Margit testvérnőért imádkozunk és az ő családjáért. Most pedig hallgassuk meg a tizedért és az adakozásért való felhívást. Az embereknek szükségük van az evangéliumra. Tudtad, hogy a világon körülbelül 13 ezer nyelvet beszélnek? Az adventista kiadványok csupán körülbelül 400 nyelven jelennek meg. Tudtad, hogy 3,1 milliárd embernek nincs lehetősége hozzájutni a Bibliához? Ez a világ népességének csaknem a felét teszi ki. Tudtad, hogy ezek közül 2 milliárdan egyáltalán nem is hallottak a Biblia létezéséről? Évente kétszer egyházunk adományokat gyűjt a globális misszió támogatására, és ma van az egyik ilyen nap a kettő közül. Ezáltal részesülnek támogatásban a misszió területeken dolgozók, a kórházak, a klinikák, iskolák és a gyülekezetek. Keresztény irodalmat adnak ki, és rádióadásokat készítenek, hogy olyan embertömegek, akiknek másképp sohasem lett volna esélyük Jézusról hallani, most saját nyelvükön olvashatnak és hallhatnak róla. Ma különleges lehetőségünk van támogatni a reménység és szeretet szavainak terjedését. Várva várt adományaitok értékelve lesznek. Hálások vagyunk, hogy részvállaltok a globális misszió pénzalapjának támogatásában, ami a szükségben lévő világ elérését tűzte ki célul. A mai adakozás a globális misszió támogatását szolgálja. Összegyűjtjük a tizedet és az adományokat. Mi atyán ki vagy a mennyekben, hálásak vagyunk ezen újabb békés szombatnapért, hogy együttesen itt lehetünk a te szent házadban, és találkozhatunk veled, úgy egymással, és különösképpen, hogy imádkozhatunk te hozzád. Istenünk, ez alkalommal is kérünk, ígéreted szerint jelenjél meg közöttünk, szent lelked által. Istenünk, hálásak vagyunk az elmúlt héten is, hogy atyai gondoskodásodat éreztük felettünk. Hálásak vagyunk a mindennapi kenyérért, a ruházatért, a meleg otthonért, és hálásak vagyunk azért, hogy megvolt a munka lehetőségünk. Istenünk, ez alkalommal elhoztuk a téged megillető részt, a tizedeinket és adományinkat. Kérünk, áld meg a tizedet és szenteld meg, és juttasd el arra a helyre, ahol a legnagyobb szükségét érzik ennek.
De különösképpen ez alkalommal imádkozunk az adományokért is. Istenünk, ezt is juttasd el arra a helyre, ahol legnagyobb szükségét érzik, és mindezáltal több irodalmakat, iskolákat létesítsenek, hogy ezáltal is minél többen megismerjenek tégedet, és minél hamarabb el tudjál jönni az égnek felhőjén. De kérünk, ezen a szombatnapon is légy közösségünknek betegjeivel, időseivel, különösképpen éreztes velük ennek napnak a jó és szép áldásait. Köszönjük, hogy meghallgatsz, ezért mi áldunk és magasztalunk most és mindörökké. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen egészségügyi óra alkalmából. A 103. Zsoltár első három versében szeretnék hálát mondani. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. A Jóisten azt szeretné, hogy egészségesek legyünk. A legfontosabb ehhez, hogy felismerjük a betegség okait. Minden betegségnek több oka lehet. Persze nem fogjuk felsorolni most itt az egészet, de hogyha ismerjük az okát, akkor el tudjuk kerülni a betegséget, vagy pedig orvosolni fogjuk tudni. Ki ne tudná, hogy ahhoz, hogy az ember jó egészségnek örvendjen, boldogan éljen, nagyon sok mindenre szüksége van.
mint például levegő, víz, táplálék, alvás, napfény, szeretet és még sok minden. Ha a szervezet mindent megkap, amire szüksége van, nem kell félnie sok betegségtől. Olvassuk el a 139. Zsoltár 14. versét. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Testünk abból a táplálékból épül fel, amit megeszünk. A test szöveteiben állandó lebomlás van. A szervek működésekor elhasználódott anyagok táplálékunkból pótlódnak. A test minden szerve igényli a maga részét a táplálékból. Az agynak is meg kell kapnia a maga táplálékát. A csontok, az izmok és az idegek is követelik a magukét. Csodálatos az a folyamat, amely a táplálékot vérré alakítja át, és ezt a vért felhasználja a test különböző részeinek építésére. Ez a folyamat szüntelen tart, és élteti, erősíti az idegeket, az izmokat és a test szöveteit. A táplálék kiválasztása. Olyan ételeket kell választani, amelyek leginkább szolgáltatják a test felépítéséhez szükséges alkotó elemeket. Az étvágy nem megbízható tanácsadó a táplálék megválasztásában. Helytelen étkezési szokások következtében az ízlés elromlik. Ezért nem megbízható az étvágy. Sokszor olyan táplálékot igényel, amely rongálja, gyengíti az egészséget, ahelyett, hogy erősíteni. A társadalmi szokások sem biztonságos útmutatók. A betegség és a szenvedés, amely mindenütt megtalálható, jó részt a táplálkozással kapcsolatos, népszerű tévedéseknek tulajdonítható. Ahhoz, hogy megtudjuk, melyek a legmegfelelőbb tápanyagok, meg kell vizsgálnunk, hogy Isten eredetileg milyen étrendet tervezett az ember számára. Isten, aki az embert teremtette, és tudja, mire van szüksége, megszabta a táplálékát is az embernek. Így szólt. Mózes első könyve, első rész, 29. versében. Ímé néktek adok minden makkozó füvet, és minden fát, amelyen makkozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. Az Édenből kirekesztett embernek pedig azt mondta, hogy egye a mező füvét is. Mózes első könyve, 3 rész, 18 szerint. Majd az özönvíz után a hús is meg volt engedve, kivéve a vért és a zsírt. Mózes első könyve 9 rész 4. verse szerint. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. Mózes 3. könyve 3 rész 17. versében olvassuk. Örökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeitekről, minden ti lakhelyeteken, semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek. E.G. White pedig ezt írja. Főzzetek zsír és olajmentesen. Ezek szennyeznek el mindent, bármit főztök is. A növényi olajokat természetes állapotukban kellene használnunk, mint olajos magvak. Dió, mogyoró, mandula, 5-10 darab, vagy egy fél maréknyi elegendő mennyiség. Napraforgó mag, tökmag, szezámmag, olajbogyó, avokádó, ezek is csak mértékletes mennyiségben. Isten bőségesen gondoskodott az emberről,
hogy kielégítse romlatlan étvágyát. Elé terítette a föld termékeit, az élelem bőséges választékát, ízre finomat, szervezetre táplálót. Azt mondja mennyei atyánk, hogy ezekből nyugodtan ehetünk. Gyümölcsök, gabonafélék, és egyszerűen fűszer és bármi nemű zsírtól és olajtól mentesen elkészített zöldségfélék, ezek nyújtják tejjel vagy tejföllel a legegészségesebb táplálékot. Tápanyagot adnak a szervezetnek, azon kívül olyan szívóságot és élénkséget nyújtanak a szellemi képességnek, amilyet a serkentő étrend nem ad. Érdekes, hogy éppen a gyümölcsökben, gabonafélékben és zöldségekben gazdag étrend, az ember eredeti étrendje az, ami most az európai közösség ajánlása szerint ideális a rák és más degeneratív betegségek megelőzésére. A következő idézetet már sokan ismerik. Annak, amit megeszünk, a legnagyobb része fölösleges. Csak a negyedére van szükségünk az élethez. A másik háromnegyed rész a gyógyszeripart gazdagítja. A mértékletesség mindenben talán a legfontosabb az egészség megőrzésében. Mind több ember rájön arra, hogy amikor a szervezete megkapja azt, amire szüksége van, meggyógyul olyan betegségekből, amikből eddig nem hitték, hogy ilyen könnyen meg lehet gyógyulni, gyógyszerek és orvosi beavatkozás nélkül. Lehet-e ennél rosszabb hír a gyógyszergyárak, gyógyszerészek részére, valamint az orvosi műszereket gyártók és orvosok részére? De így van ez ebben a világban, ami jó egyiknek, a másiknál vesztességet okoz. De nem azt jelenti persze, hogy nincs szükség az előbb említettekre. Sajnos vannak olyan oka is a betegségeknek, mint a fejlődési rendellenességek, mérgezések. Például vegyük itt a mérgezéseket. Itt rengeteg dolog van, elkezdve a pszichés megbetegedéseket okozó filmektől, reklámoktól, a zenéktől, amit hallgatunk, megmérgeződünk nem csak a táplálékon keresztül bevitt műanyagoktól, amelyeket tudjuk jól nagyon, hogy ezek az észszámok, hanem bőrünkön keresztül is bevihetünk mérgeket. Még az egyetemi koromból emlékszem, mikor a professzor figyelmeztetett bennünket a kortizonos kenőcsökre. Ne legyünk közömbösek, mit viszünk be a bőrünkön keresztül a szervezetbe. Hát még ha most élne és látná, mennyi mérget, ártalmas kémiai vegyszert tartalmaznak a mai divatos kozmetikai szerek. A napokban olvastam egy amerikai nőről, Jacqueline Pierce, aki már 5 éve nem használ hajsampont a sok kémiai vegyszer miatt. Hetente 1-2-szer csak vizet használ, és nem bánta meg elhatározását, mondja, mert a haja szebb, fénylőbb és egészségesebb lett. Persze idő kell, míg a haj megszokja ezt. Tehát említettem, sajnos vannak okai a betegségnek, amelyek, mint a fejlődési rendellenesség, mérgezések, sugárzások, sérülések, balesetek, sürgős esetek ellátása mindenképpen orvost, gyógyítót kíván. A túl nagy daganatokat is valószínűleg célszerűbb eltávolítani műtéti úton. De nagyon sok betegséget elkerülhetnénk az egészséges életmódbeli változtatások segítségével, az egyszerű, egészséges szokások gyakorlásával. Vegyünk például egy egyszerű esetet, a fogfájás vagy fogszúvasodás. Persze sokan fel tudnának sorolni több okát is ennek. Az egyik legújabb újságcikkben olvastam, hogy a világ legjobb fogorvosai egy tanulmányt végeztek,
és arra következtetése jutottak, hogy a fogszúvasodás akkor jelenik meg, ha elégtelen a napi ásványi sók és vitaminok A, C, D, E és K vitaminok felvétele a táplálékkal, valamint ha ezek nem szívódnak fel a bélrendszerből. Ezt valószínűleg mi is tudtuk. Tehát ha hosszabb időn keresztül a szervezet nem kapja meg ezeket a vitaminokat és ásványi sókat, a vérben felborul a kalcium-foszfor egyensúly, aminek következtében a szervezet kénytelen kivonni a csontokból az ásványi sókat, és ezáltal csontritkulást és fogszúvasodást okoz. Állítják, hogy a cukor fogyasztása is problémát okoz, miáltal megfosztja a szervezetet a tápanyagoktól, mivel ahhoz, hogy a szervezet feldolgozza az elfogyasztott cukrot, kalciumot von ki a csontokból. Tehát vigyázat a cukorral is. A fogorvosok azt mondják, nem elég elkerülni a cukrot, édességeket vagy finomított ételeket, szükség van egy egészséges étrendre, amely ásványi sókban és vitaminokban gazdag, ami megerősíti a fogainkat. Mikor olvastam, visszaemlékeztem, mennyi fogamat elveszítettem, kezelni kellett, míg nem változtattam életmódomon, táplálkozási szokásaimon. Az utóbbi 20 évben nem gazdagodtam más szuvas fogakkal, megmaradtam azokkal, amelyek 20 évvel ezelőtt voltak kezelve, nem romlottak tovább a többi fogaim. Azóta is járok a fogorvosomhoz, mert kollégák voltunk, jó barátnők maradtunk, és ő is felfigyelt rá, és örvend ennek, hogy nem romlik a fogam. Lehet valaki kíváncsi, mit változtattam az étrendemen. Kevés szóban elmondva, a változtatás az volt, hogy miután férhez mentem, fösvény lettem, zsugori, mert az asztalnál ketten ettünk, nem egy. Mindketten elkezdtünk kevesebbet enni a cukorból, tésztákból, olajból, sült ételeket, sót kevesebbet. A főtételek teljesen olajmentesek lettek. Szinte elfelejtettük, hogy ebben a világban még létezik margarin, vaj, fehérliszt, és amit abból készítenek, a tésztafélék, fehér kenyér. Húst otthon nem készítettünk soha, ebben már az elején megegyeztünk. Kezdetben szüleim haragudtak, és azt mondták, hogy mindezeket Aurél, a férjem tömte a fejembe, mert ő jött ezekkel. De ugyanakkor falánkabbak lettünk, ami a gyümölcsöket illeti, a salátákat, a zöldségeket, olajos magvakat, fekete kenyeret és korpás kenyeret. Igaz, lustábbak is lettünk, nem pucoljuk meg a krumplit, a zöldségeket, csak kefével jól megmossuk, mert értesültünk arról, hogy több vitamin és ásványi só van a héja alatt, mint magában a zöldségben. Egy tanulmányt olvastam, hogy egy ökölnyi nagyságú krumpli héja biztosítja a napi rost szükséglet felét, és ugyanúgy felét is a szükséges kálium, foszfor, vas, cink és C-vitaminnak. Már oda jutottunk, hogy sokszor még le sem reszeljük a zöldségeket, hanem szeletekre vágjuk, és úgy esszük a répát, karalábét, zellert, mint a nyulak. Az általános szabály az volt, hogy minden étkezésnél legyen valami nyers étel, nyers saláta, répa, retek, karalábé, cékla, zeller, de nem történt ez a változtatás egyszeriből. Az ízlelő bimbók nevelhetők. Az elején még a nyers répa íze sem tetszett, nem ízlett,
csak káposzta salátához kombináltan tudtam megenni. Sokat segített a böjtölés is. A böjt után bármilyen nyers dolognak nagyon jó íze van, és ma már élvezettel fogyasztjuk a nyers répa, nyers cékla salátát is. Az étel akkor még ízletesebb, ha van mit rágni rajta. Az étel elfogyasztásával, megrágásával több időt töltünk el, mint az elkészítésével. A fogak, ha használjuk őket, egészségesebbek, mert ez egy általános törvény, hogy amit használunk, nem veszítjük el. Tehát, ha nem használjuk fogainkat, el fogjuk veszíteni őket. Dr. Nigel Carter, a British Dental Health Foundation igazgatója állítja, hogy a szülők, anélkül, hogy akarnák, tönkreteszik gyermekeik fogait, mert nem tudják, mennyire ártalmas lehet a gyümölcslé. A gyümölcsök szétroncsolásakor kiszabadult cukrok ártalmasak a fogakra. Tehát a gyümölcslé, bármilyen népszerű és egészségesnek tűnik, nagy mennyiségben tartalmaz cukrokat és savakat, ezért nagyon sokat ártanak a fogaknak. Jó, ha mindent, amit lehet, a legtermészetesebb formában fogyasztjuk el, megrágunk. Felfedezték még a fogszúvasodásnak egy másik okát is, és ez egy konfliktus típus. Önbecsülés letörési konfliktus, önértékelés letörés. Érzelmi tartalma következő. Nem vagyok elég jó, képtelen vagyok, legszívesebben beleharapnék, de nem tudok, nem bírok, nem vagyok rá képes, nem vagyok abban a helyzetben, hogy beleharapjak, és ezáltal elűzzem magamtól. Nem tudok véget vetni a dolognak. Kisebb, gyengébb vagyok nála. Nem tudom megharapni a tanárnénit, ha erőszakoskodik velem. Nem tudok a munkahelyemtől megszabadulni. Nem tudom az elkötelezettségeimet felszámolni, elvágni, befejezni. Tehát ezek is fogszúvasodáshoz vezethetnek. A test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van. Amikor az egyiket valamelyik hatás éri, a másik is megérzi. Hogy egy példát mondjak, a héten egy érdekes tapasztalatom volt. Egy körülbelül 13 éves fiú azzal a panasszal jött be az orvosi rendelőbe, hogy fáj a feje. Mint mindig megkérdezem, ettél, mit ettél, vizet ittál-e eleget, jól aludtál? Nem haragszol-e valakire? Nem veszekedtél? De igen, mondta. Tegnap összevesztem a barátaimmal. Erre mondom én, nem tudom, hogy ki volt a hibás, a barátaid vagy te, mind vitatkoztatok, vesztetek össze, de neked meg kell bocsátanod nekik, és a fejfájásod is elmúlik. Ha békességben élsz embertársaiddal, nem fog fájni a fejed. Én adhatok neked most egy algokálmin tablettát, de tudod, ez egy toxikus szer, amitől a szervezet egy más alkalommal akar majd megszabadulni. Kérdezem, na, kérsz-e egy algokálmint? Erre a fiú válaszol, nem kérek, köszönöm, már megnyugodtam. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogy azt sokan gondolják. Számos betegség, depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Gyakran nagyítjuk a betegséget. Sokan betegen élik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Képzeljük, hogy a betegséget okoz.
pedig azért betegek számítanak. Számítanak rá. A haltak meg már olyan betegségben, amelyet pán kétszer két okozott. Pozitív gondolkodás, derülátó beállítottság szükséges. Képzeljük egy roskadt ember, amint szakadó esőben dolgozni megy, és átkozza az egészet. Mi zajlik le benne? Most pedig képzeljük magunk elő három derűs gyermeket, mint ugyanazon az esőben játszanak. Mi zajlik le a szívükben? Kinek van több stresszben része? A különbség nem a körülményekben, hanem a körülménnyel szembenosított magatartásban van. Bátorság, remény, hit, rokonszem, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. Példabeszédek 17. rész 22. versében olvassuk. A vidám, vagyis örvendező elme, jó orvosa. Túlélek, választja. A hitben feltekint igazi orvos, bízni tudunk abban, hogy ő vállalja gyógyításunkat, lelkünk megnyugszik, és sok esetben testünk is meggyógyul. Egy másik ok a stressz, amely hosszú távon komoly betegségeket okozhat. Szívproblémák és infarktus. A fel nem dolgozott, le nem vezetett feszültség sajnos nem múlik el magától. Ha hosszú ideig nem veszünk róla tudomást, akkor testi bajok formájában tör utat magának. Először csak enyhe tünetek jelentkeznek, némi gyomorfájdalom, szorító érzés a mellkasban, vagy rendszeres fejfájás. Később azonban már komolyabb kórképek alakulhatnak ki. Az egyik ilyen a szívroham, amely egyre fiatalabb korban jelentkezhet. Ma már bizonyított tény, hogy a hosszantartó feszült idegállapot szív- és érrendszeri problémákat okozhat. A gyakori szorító érzés a mellkasban, mely főleg a munkahelyen vagy a feszültséget kiváltó élethelyzetekben jelentkezik, már figyelmeztető jel lehet, különösen akkor, ha emellett rendszeresen dohányzunk, alkoholos italokat fogyasztunk és jelentős túlsúlyt cipelünk. Egy másik betegség a gyomorfekély, mikor felemésztjük magunkat. Gyomrunknak nem csak a rendszeresen elfogyasztott ételek megemésztése a feladata, egyes szemléletek szerint a mindennapos érzelmeket, feszültségeket is itt emésztjük meg. Tehát magunkba folytjuk a gondokat, az gyomrunkon érződik először. A tartós stressz következtében gyomorsav túltermelés lép fel, amely eleinte csupán kellemetlen tünetekkel, vagy sav visszafolyással, reflukszal jár, de kezeletlenül a sav a gyomorfalunkat és beleinket is kikezdheti. Saját gyomrunkat emésztjük meg. Ha a problémát nem orvosolják időben, akkor fekélyes sebek alakulhatnak ki a nyelőcső vagy a gyomorfalán, gyomorvérzés is felléphet. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a feszültség, annyival gyakrabban jelentkeznek a gyomorfájdalmak. A túlzott gyomorsav termelést persze a zsíros, cukros, fűszeres, nehéz ételek fogyasztása is elősegítheti. Magas vérnyomás és következményei. A káros stressz hatások az érrendszerünket sem kímélik. A magas vérnyomás betegségek kialakulásának oka több mint 80%-ban a feszültség és a stresszes életmód. Stressz hatására ugyanis a vese növeli a nátrium felszívódását, só felszívódását, a kálium kiválasztását pedig serkenti, s a kálium vesztesség és a nátrium visszatartás egyesült hatása
megemeli a vérnyomást. Ez minden egyes feszültségterhes helyzetben megtörténik, tartós esetén pedig állami alakul betegség. Ez állapotán ront, agyvérzés és a szívroham kialakulásának esélyét is növeli. A stroke, azaz agyvérzés is könnyebben megelőzhető lenne, ha mind a stresszt a vérnyomást tudnánk. Krónikus alvászavar. Főként azoknál jelentkezik, akik képtelenek problémáikat az irodában hagyni, vagy családi gondjaiktól megszabadulni. Az állandó feszült állapot, amelyben egy percre sem lehet lazítani, végül odáig vezethet, hogy akkor sem vagyunk képesek leengedni, mikor már lenne rá lehetőségünk este az ágyban. A gondokon kattogó agy és a feszült test éjszaka sem találja nyugodalmát. Gyakoriak a éjszakai felébredések, vagy a hajnalig tartó álmatlanság, forgolódás. Az állapotban szenvedők nem csak a munkahelyükön teljesen, az élet minden területén fáradtabbak, fásultabbak lesznek, a figyelmetlenség miatt gyakoribbak a közlekedési balesetek is. Ha a probléma állandósul, az immunrendszer és a szív is romlik, és szinte minden testi funkciónk működése gyakran alakul ki. Használata ugyan átmeneti tűzoltásként jó szolgálatot tehet, hogyan vezet. Próbáljuk ki a gyógynövény alapú nyugtatókat, melyeknél ez jóval kisebb eséllyel fordulhat elő. Mint minden stressz okozta betegségnél, itt is a feszültség levezetése, oldása adhat csak tartós megoldást. Rák. Michelle Douglas szerint a stressz okozta a torokrákját. Bár már sikeresen kigyógyult belőle, a színész főként a feszültséget okolt a torokrákjának kialakulásáért. A sok idegeskedés és szorongás, melyek a rák megjelenése előtti évben átélt, állítása szerint betegséglásában az agy szervezetünk kapcsolóközpontja, bioszámítógépje és a lélek a programozó. A bioszámítógép közös hatáskifejtő területe a test gyaránt optimális programnál, mint a program valamelyen zavaránál. Ha az elváltozás nem mérgezés, nem baleset, nem sugárzás, vagy természetellenes táplálkozás következt alakul, csak konfliktus hatására indulhat be. Nincs más lehetőség. Nem kell olyanak lenni, hogy a konkrét feltételeknek megfelelő érmi megrázatás a fizikai testben változásokat ind be. Éppen a megoldhatatlannak érző konfliktus ellensúlyozását. Az ember kifejezés módjában ilyen megfogalmazza a konfliktus tartalmát. Például ezt nem lehet lenyelni. Torok nyálkahártya elváltozás. A történtek emészteni. Emésztőrendszeri rákos elváltozás. A konfliktus feloldása után az agy indítja ki a parancsot, és létrejött rákos vagy rákos egyenértékű változás, önmaguktól szűnnek. A daganatok külső beavatkozás nélkül is elbontásra kerülnek. Lélekben traumában azonnal látva válik egy CT felvételen, és elindul egy akaratlan érzásításon alapuló
biológiai különprogram. A konfliktus tartalma meghatározza, hogy az agynak mely részén jelenik meg a góc, és meghatározza, hogy mely szerv lesz érintett. Elváltozások, vagy megbolondult sejtek értelmetlen megnyilvánulást, hanem agyunk által felügyelt és szabályozott óra pontosággal lezajló folyamat. Az úgynevezettségek nem a természet értelmetlen hibáját jelentik, ami ellen harcol, hanem inkább azt, hogy minden betegség egy értelmű történés. Az egész természet egy csodálatos rend alapján működik, még az egyes folyamatok mindegyikének is van a természetben célja és értelme. Tehát a megbetegedések egy másik oka az agyban keresendő, a gondolkozásban. Veszteség következtében negatív érzelmek keletkeznek, szomorúság, harag, bosszúállás, bosszankodás, félelem, aggódás. Például a nőknél meldaganat jelenhet meg a szeretteiért érzett túlzott aggodalom következtében. Ha például gyermekének problémája van, vagy az egyik szülő betegsége, férj vagy jó barát miatt aggódik. Átmenetileg nincs megoldás. A rákos daganat vagy fekély addig növekszik, illetve terjed, amíg a konfliktus megoldatlan. Ha megoldásra kerül, átkapcsolunk megoldás utáni szakaszba. Az agyi és szervi tünetek megváltoznak. A testi elváltozás felszámolására, helyreállításra, újjáépítésre kerül. A konfliktus aktív szakaszban hideggé válnak a végtagok. Az itt megjelenő elváltozást nevezték régen összefoglaló néven hideg betegségnek. A paciens tartós stresszes állapotban van. Feszült, kényszeres gondolkozás figyelhető meg. A konfliktuson és annak megoldásán tipródik. Ezzel egyidejűleg nincs étvágya, fogy, nem tud rendesen aludni, és ha sikerül elaludni, akkor is a konfliktusról álmodik. Ez a megbetegedés első, úgynevezett konfliktusaktív szakasza. A beteg nem tudja nem észrevenni. Ez csak azért fontos, mert ha időben kapcsolunk és megoldjuk a konfliktust, legalább lelki szinten, akkor is megfordul a külön program, és megúszuk egy jelentéktelen vagy kevésbé súlyos elváltozással, kevésbé súlyos gyógyulási tünetekkel. Mindhárom szinten változások következnek be a megoldás utáni szakaszban. Lelki szinten nagy megnyugvás figyelhető meg. Megszűnik a kényszeres gondolkozás, mert a konfliktus már nem áll fenn. Agyi szinten is észrevehető a CT felvételen. Egy ödéma alakul ki, ami arra szolgál, hogy helyreállítsa az agyszövetet. Az agyi ödémák miatt ilyenkor túlzott fáradtság, levertség, kábaság, fejfájás, migrén, hányinger, szédülés jelentkezhet. Ezek a helyreállítás jellegzetes tünetei. Szervi szinten leáll a rákos növekedés vagy sorvadás, beindul a daganatelbontás vagy szövet újjáépítés. Ezentúl műszerek nélkül is megfigyelhető általános tünet a megoldás utáni szakaszban, a túlzott fáradtság, gyengeség, levertség, visszatér az étvágy, súlygyarapodás. Szervi szinten meleg tüneteket találunk, kitágult végtagi ereket, ödémásodást, gyulladást, hőemelkedést. Ezért nevezték régebben a második betegségi szakasz tüneteit meleg betegségnek, tehát ez már a gyógyulási szakasz. Az első jel, hogy gyógyul, hogy kezei és lábai melegek lesznek. A gyógyulás megnyilvánulhat különféle betegségekben,
úgynevezett melegbetegség, mint a láz, magas vérnyomás. Hosszú ideig tartó fáradtság érzésben nyilvánul meg, alvás igénye is nagyobb, mert a szervezet nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy regeneráljon és az egyensúly helyreálljon. Az étvágy visszatér. A pihenés és a szervezet számára szükséges összes tápanyagok biztosítása eszenciális, nagyon fontos a gyógyulási periódusban. A gyógyulási folyamatot nem kell megijedni, mert szabályszerűen fájdalmas gyulladások kísérik, amelyeket az ödémák okoznak, hogy védjék a szöveteket a gyógyulás ideje alatt. A regenerálódás más tipikus tünetei a túlérzékenység, viszketegség, görcskészség, ha izomszövetről van szó, és gyulladások. Néhány betegség, amelyek csak a gyógyulási folyamatban jelennek meg, a következők: bőrproblémák, aranyér, gégegyulladás, laringitis, bronchitis, légcsőhurut, artritis, ízületi gyulladás, érelmeszesedés, vese és húgyhólyag működés zavarai, egyes májbetegségek és fertőzések. A kutatások arra az érdekes következtetése jutottak, hogy a mikróbák, mint a gombák, baktériumok, vírusok csak a gyógyulási fázisban jelentkeznek és segítik azt a gyógyulást. A gyulladások, a láz, a geny, a folyások a gyógyulás jelei. A baktériumok segítik a daganatok lebontását, amelyeknek már nincs értelme. A legfontosabb faktor ebben a gyógyulási fázisban, hogy a paciens megértse, mi történik vele, mert csak akkor képes egy konstruktív, relaxált magatartást felölteni a gyógyulási folyamat iránt. Bizonyos az, hogy egy egészséges személy, aki jól táplált, kipihent, relaxált, aki naponta fizikai mozgást végez, és akinek pozitív gondolkozása van, sokkal könnyebben ellenáll bármely konfliktusnak, és sokkal kevesebbel ütközik össze. Amikor az ember tudatosítja és megoldja az érzelmi konfliktust, a szervezet belép a konfliktus megoldási szakaszba. Ebben a fázisban a szervezet meggyógyul. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen, mondja az illetett írás. Tartsuk ébren akaraterőnket, és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket, és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban is. Helyesen használva szabályozza képzeletünket, és döntő szerepe van a testi és lelki betegségekkel szembeni küzdelemben és győzelemben. Emberek ezrei gyógyulhatnának meg, ha akarnak. Az Úr nem akarja, hogy betegek legyenek. Azt szeretné, hogy egészségesek és boldogak legyenek. El kell határoznunk, hogy egészségesek leszünk. Sok esetben a törékeny emberek pusztán azért tudnak ellenállni a betegségnek, mert nem hagyják el, és nem szoktatják tétlenséghez magukat. A fájdalom és szenvedés fölé emelkedve foglalják el magukat erejükhöz mért hasznos munkával. Sok legyengült, megrokkant ember visszanyerheti egészségét és erejét, ha így elfoglalja magát, és ha sokat tartózkodik a szabad levegőn és a napfényen. A test és lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Épp oly kötelességünk leküzdeni a búskomorságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, mint imádkozni. Ha úton vagyunk a menny felé, atyánk háza felé, hogyan járhatunk egész úton sóhajtozva, panaszkodva, síránkozva, mint egy gyászmenet? Azok az állítólagos keresztények, akik állandóan panaszkodnak, és akik a jókedvet és vidámságot bűnnek tartják, nem tudják, mi az igazi vallás. A jótétemény kettős áldás. Segít azon, aki gyakorolja, és azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jót tettünk,
a beteg test és lélek egyik legjobb gyógyszere. Az a tudat, hogy jól végeztük el feladatunkat, és örömet szereztünk másoknak, felszabadultá és boldoggá teszi lelkünket, és új életre kelti egész lényünket. Ha a betegségben szenvedőkkel a másokért való szolgálat elfeledtetné önmagukat, ha az Úr parancsolát követve a náluk nyomorultabbaknak szolgálnának, akkor megtapasztalnák, hogy mennyire igaz a prófétai ígéret. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, Ésaiás 58. verse szerint. A vidám, jókedvű elme, jó orvosságú szolgál, Példabeszéd 17.22 szerint. Hála, öröm, jó indulat, az Isten szeretete és gondviselése iránti bizalom, ezek az egészség legnagyobb biztosítékai. Semmi sem segíti jobban a test és a lélek egészségét, mint a hálás és Istent magasztaló lelkület. De azt is tudnunk kell, hogy a helyes életmód és az egészséges életvitel nem cél, hanem eszköz egy boldog élet eléréséhez. Ez az az eszköz, ami a kezünkben van adva, és tőlünk függ, hogy élünk-e vele, vagy sem. Ha betegek vagyunk, keressük meg az okokat, és akkor tudjuk a megoldást is. Ne féljünk a betegségektől, bízzunk a Jóistenben, aki meggyógyít minden betegségünkből. Kívánom, hogy mindenki el tudja mondani a Zsoltárossal együtt. Zsoltárok könyve, 34. rész, 5. verse. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Zsoltár 34. verse, 9. verse. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.
istentiszteletünk befejezésére a 356-os számú éneket fogjuk elénekelni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, köszönjük szépen, hogy velünk voltál ez órán keresztül is, tanítottál, segíts, hogy valóban mindent a te szent akaratod szerint cselekedjünk, mert te azt várod, hogy hallgassunk te reád, és akkor egészségnek fogunk örvendeni, és te meg tudsz gyógyítani minden betegségünkből. Hálásak vagyunk ezért te neked, és örökké dicsétünk, most és mindörökké. Amen.